Ebbe a nyíregyházi hulladékudvarba is lehetne hozni, de sokan inkább illegálisan a természetben helyezik el a háztartási hulladékot. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal ebben az évben is csatlakozott a TESZED 2022 hulladékszedési akcióhoz, amely hazánk jelenleg legnagyobb önkéntes mozgalma. Az idei év a 10. alkalom, amikor országos nagy takarítást szerveznek. A nyíregyházi lőtér környékének szemétmentesítése során most is akad bőven feladatuk a kormányhivatal dolgozóinak. Ezt most önkéntes munkában végezzük az akció keretében, de egyébként az elmúlt egy év alatt több mint 600 esetben jártunk el illegálisan lerakott hulladékügyében a megyében, és ennek eredményeképpen ezek a hulladéklerakók felszámolásra is kerültek. A TESZED önkéntes mozgalom idei akciója május 2-től május 8-áig tart, amelyre a diákok közösségi szolgálat keretében is jelentkezhettek országszerte. A környezet tudatosságra nevelés mellett azonban a jogalkotó a szankciók terén is igyekszik védeni a környezetet. A szemetelőkkel szemben kiszabható bírság akár több 10 millió forintig terjedő összeg is lehet, de egyes esetekben akár több év letöltendő szabadságvesztés is kiszabható. Döntő rész kommunális hulladék van. Kommunális hulladékot közszolgáltatás keretébe elvinnék, vagy zöld hulladék, amit aki levágja, az ugyanúgy egy-két négyzetméter föláldozott területére tudná komposztálni, és ezzel a saját kertjének is jót tenne, illetve olyan építési bontási hulladékok, amelyek biztos valamilyen vállalkozó végezte, akinek feladata lenne ezeknek a hulladékoknak az ártalmatlanítása, vagy megfelelő helyre való eljuttatása. Azbesztpalát, tehát veszélyes hulladékokat is találunk, ami veszélyessége miatt különösen figyelmet érdemel. Azok számára, akik szívesen tennének környezetünk szemétmentesítése érdekében, létrehoztak egy úgynevezett hulladékradar applikációt, így a mobiltelefon segítségével néhány gombnyomással bejelenthetjük a talált szemetet, amelynek elszállítását is nyomon követhetjük. Ez egy olyan applikáció, amit bárki ingyen letölthet a saját okostelefonjára, és ha bárki lát illegálisan elhelyezett hulladékot, akkor ezt lefotózhatja az applikáció segítségével, az beküldi hozzánk a koordinátákat, és akkor onnantól a hatóságok már tudnak intézkedni. Több mint 26 ezer bejelentést kaptunk eddig a hulladékradar applikáción keresztül, és most egy újdonság, hogy idén tavasztól frissítettük, még felhasználóbarátabbá tettük az applikációt, és most már visszajelzést is kap a bejelentő, hogy mi történt a bejelentésével, illetve arra is lehetőség van, ha esetleg nincsen térerő, nincsen internet kapcsolat, akkor is meg lehessen tenni a bejelentést. Országosan tavaly 100 000 vettek részt a TESZED akcióban, és 3 000 tonna hulladéktól mentesítették a környezetet.